kívánok! A Magyar Tudományos Akadémia Agrártanok Osztályának felolvasó ülését megnyitom. Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm akadémikus urat, aki székfoglaló előadását fogja megtartani. Azt kérem a tisztelt hallgatóságtól, hogy ha lehet a mobiltelefonokat vagy némára, vagy pedig kapcsolják ki. Köszönöm szépen, és megkérem Fodor László tanár urat, hogy ismertesse a jelölt, illetve hát most már akadémikus úrnak a életpályáját. Harach Balázs 1952-ben született Mosonmagyaróváron. Az Állatorvostudományi Egyetemen 1975-ben diplomázott, és az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetében kezdett dolgozni. Azóta ebben az intézetben dolgozik, 8 évig igazgató volt, jelenleg kutató professzor emeritus. Itteni munkáját csak a fél évtől két évig terjedő Egyesült Államokbeli, franciaországi, skóciai és kanadai ösztöndíjas kutatásai szakították meg. Kandidátus dolgozatát a Staphylococcus penis gomba toxinjainak vizsgálatából írta, majd áttért a virológiára, először szarvasmarha leukózis fertőzöttség kimutatásához gyártva diagnosztikai készletet a hazai és a csehszlovák diagnosztikai intézményeknek. Feleségével, Benkő Máriával külföldi egyetemi kutatásaik során elsajátították a modern molekuláris biológiai vizsgálati módszereket, majd bevezették a hazai állatorvosi kutatásokban és diagnosztikában a molekuláris klónozást, PCR-t, DNS szekvenálást és a bioinformatikai elemzéseket, törzsfaszámításokat. Vezetésével adenovírus gazdaváltásokat, új adenovírusok százait, parvo, herpes és cirkovírusokat fedeztek fel és jellemeztek molekulárisan. Vizsgálataikat a gazdasági állatok mellett egyre több egzotikus állatfajra is kiterjesztették, hogy összehasonlító jellemzéseket végezhessenek. Talán ezért is választották be a Nemzetközi Vírus Taxonómiai Bizottság elnökségébe, ahol az állati DNS vírusok és retrovírusok albizottság vezetését bízták rá, annak 18 munkájának koordinálását. Ebben az időszakban kezdődött a vírusrendszertan gyökeres megreformálása, időnként komoly ellenérzéseket és vitákat is kiváltva. Elnök helyettes volt a Magyar Bioinformatikai Társaságban és az MTA Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottságában, és főszerkesztője volt az Acta Veterinária Hungarica lapnak. Harach Balázs mindig fontosnak tartotta az egyetemista szakdolgozók befogadását és kutatásaik segítését. PhD hallgatóiból 9 szerzett fokozatot. Az Állatorvostudományi Egyetem doktori iskolai tanácsának tagja, címzetes egyetemi tanár. Az MTA levelező tagja címet 2016-ban nyerte el. Azóta kutatásait további vírusokra, állatfajokra és földrajzi régiókra szélesítette ki, és cikkeire 5000-nél több új citációt kapott, az utóbbi 3 évben már évente több ezeret. Összesen 6500-nál több független hivatkozása van, Hirsch indexe 46, 100 citációt elért közleményeinek száma 24. Köszönöm szépen, és most felkérem Harach Balázs akadémikus urat, hogy tartsa meg székfoglaló előadását. Tisztelt elnök úr, titkár úr, nagyon szépen köszönöm az ismertetést, tisztelt akadémikus hölgyek és urak, kedves vendégeink. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki el tudott jönni, és hát boldog nőnapot kívánok minden bájos hölgyinek. Most az előadásomnak a címe az lehet, hogy kicsit túlzónak vagy nagyképűnek tűnhet, mert
Hát hogyan lehetne 100 millió éves megállapításokat tenni a vírusokról, amikből ugye mellesleg nincsenek se csontok, se lenyomatok, semmi segítség, csak a ma élő vírusok tanulmányozásával spekulálhatunk ilyesmiről. De viszont, ha arra gondolunk, hogy a halak már 450 millió éve különfejlődnek a többi állattól, a magzatburkosoktól is, tehát csak annyi a feladatunk, hogy találjunk olyan hasonló vagy azonos vírusokat, amelyek előfordulnak halakba is, és mondjuk emlősökben is, és már is 450 millió év alatt lezajlott, előfordult evolúciós dolgokat tanulmányozhatunk. Na most a 70-es években, amikor a 80-as években aztán, akkor még például az adenovírusokból nem is volt semmi más ismert, csak emlős és madár adenovírusok, és ezért is érdekelt minket, hogy minél egzotikusabb állatokból mutassunk ki mindenféle vírust, hogy ezeket összehasonlító módon tudjuk vizsgálni, és ebből a porcos vértes halból, tehát alak között is kicsit ősibb tokhalból sikerült is jellemezni egy adenovírust, és az valóban adenovírus volt, kétségtelenül, ha nem is akarták eleinte elhinni, de ugyanakkor megfelelő különbségeket is mutatott, tehát már is volt egy modell. Itt csak egy probléma volt, hogy ez az egyetlen hal adenovírus ismert a mai napig is, és hiába tanulmányozták akár vírusizolálással, akár metagenomikával a halakat, újabb nem bukkant elő. Na most, ha abból indulunk ki, hogy van egy evolúció, kialakultak adenovírusok, és sorban minden élőlénybe ott kell lennünk, akkor itt valami nem stimmel, ezt tanulmányozni kellene. Tehát ebből a halból utána akkor már sikerült egy herpeszvírust is kimutatni, és azzal már sokkal nagyobb volt a szerencsénk, mert halherpeszvírusok vannak, ma már aránylag sok is, sőt, van békából is herpeszvírus, de még kagylókból is. Tehát már is tanulmányozhatók voltak, és ilyen filogenetikai számításokkal, tehát amikor valamelyik fehérjét mondjuk a többihez hasonlítjuk, hogy milyen szekvencia a különbség van, így szépen kiszámolható, hogy milyen távolságra vannak, és látható, hogy az emlősöknek a madaraknak a herpeszvírusai nagyon távol vannak ezektől az alacsonyabb rendűeknek a herpeszvírusaitól. Annyira, hogy ezeket már nem is nevezzük azonos családba tartozóknak, hanem egy új családot alapítottak számukra. Tehát ezt mondtam, hogy azonos vírus, hát itt akkor úgy lehetne megfogalmazni, hogy azonos családba tartozó vírusokat gyűjtögetjük, de ezek közös rendben vannak legalább, tehát az is mondhatjuk, hogy na hát azok hasonló vírusok. De itt vannak ezek a kicsi cirkovírusok, hát azokból is magyar kutatók voltak az elsők, akik leírtak nagy sokára két hal cirkovírust. Azt, amikor a csoport kezdte tanulmányozni, rájöttünk, hogy hát nagyon sokból lehet kimutatni ilyen vírusokat is, és ezek is a filogenetika, a törzsfaszámításokban nagyjából egy kupacba kerültek, tehát egy közös evolúciót mutattak. A cirkovírusok nehéz dolog, mert ez egy egész csoport, ezek a cirkuláris egyszálú DNS vírusok, és azok között csak egy csoport az, amelyik a minket is érdeklő cirkoviridé családba tartoznak, ahol mondjuk a sertések cirkovírusa is van. A többi egészen eltérő gazdákba található, beleértve itt mondjuk, hogy a kovamoszat vagy a növényekben található cirkovírusok, sőt, be kell vallanunk, ez az egyik legnehezebb probléma, hogy itt csupa fekete ágat látunk, amik még besincsenek sorolva, tehát semmelyik más víruscsoport nem áll ennyire rosszul a taxonómiában. Ezek az új metagenomikai véletlenszerű szekvenálások egymás után hozzák ki a vírusokat, és még senki nem vette eddig a fáradtság, hogy pontosan beoszta őket, már csak azért is, mert a gazda nem nagyon ismeretes. Hiába valamiből kivonjuk, nem tudjuk, hogy nem a táplálékából vagy a vízből került be egy adott
gazdába. Na most persze ennek gazdasági jelentősége is van, hogyha a halvírusokat tanulmányoz az ember, mert mondjuk egy ilyen lesőharcsát nehéz a piacon eladni, és amikor megnéztük vírusokra, ezekből kétféle vírus is költ, megint egy herpeszvírus, ez egy új herpeszvírus kipipálva, de a másik, hogy kijött ebbe egy papillomavírus is, az olyan kicsi genomú vírus, és abból megint csak van számtalan hal vírus, és a filogenetikai fa megint mutatja, hogy ezek a különböző tengeri és egyéb papillomavírus sok mennyire elkülönülnek a magzatburkosoknak a vírusaitól. Na most ugye mondtam, hogy adenovírusokból csak madarakat, emlősöket ismertek, ezért próbáltuk mindenáron szélesíteni az ismereteinket, és egy egész új világot fedeztünk fel, hogy hát kiderült, hogy a pikkelyesülők is tele vannak ezekkel a vírusokkal. Sőt, kiderült, hogy bizonyos furcsa madár és kérődző vírusok is nagyon hasonlóak ezekhez, tehát ezeket egy genuszba kellett sorolnunk, és ennek magyarázatul csak azt tudjuk kitalálni, hogy igazából ez a csoport, ez a pikkelyesülőknek a vírusa azokkal fejlődtek ki, majd átugrottak a madarakra és a kérődzőkre, és ezzel meg újabb probléma keletkezett, hogyha én most spekulálni akarok az evolúcióról, akkor mindig tudnom kellene, hogy mi az, ami még mindig az eredeti gazdájában van, vagy csak gazdaváltás történt, és akkor azt szerint ketté kell vonnom, választanom azt, hogy mit tudok erről spekulálni. Na most, aminket a béka érdekelt volna a halak és a hüllők között, de abból nem nagyon találtunk. Egyet találtunk, azt megszekvenáltuk, büszkék voltunk rá, és amikor próbáltunk újabbakat keresni, megint csak nem jött ki semmi, míg végre nagy nehezen nyílméreg békába találtunk adenovírust. Az viszont a másik véglet volt, mert minden nyílméreg békába szinte megvolt ez a vírus. Itt látszik, hogy az ember a leghatékonyabb, amikor ezt tenyészték a hobbistáknak, akkor szépen összekeverték a vírusokkal, megfertőzték ma már szinte az összes tenyészetet, ugyanez van mondjuk a szakállos agámákkal is, hogy nem lehet ma már mentes tenyészeteket találni, de másik békákban nem találtunk. Tehát ezeket a hüllőket nézve aztán más vírusok is képbe kerültek. Például az adenovírusok mellett általában szokott lenni a emberekben például adenoasszociált vírus, aminek szüksége van az adenóra, mert a kettő csak együtt tud szaporodni. És így, hogy volt, hogy nekünk is, hogy a különböző állatoknak az adenovírusait tanulmányozva, kijött mellette egy másik vírus is, egy ilyen parvovírus, dependovírus, dependens, és hát ilyeneket sikerült találnunk kígyóba is, szakállasagámába, aztán vége is, más nem nagyon talált. Itt, ezen a fán viszont lehet látni egy csomó egyéb dependovírust, csak az a vicc, hogy ezek nem élő vírusok, hanem csak PCR-rel szépen föl lehet erősíteni az állatból, és ez az állatok a kromoszomájába beépült darabkák, és az az igazság, hogy sok ilyen vírus van, amin megint csak el kellett spekulálni, és egybe föl is lehet használni. Na most egyik PhD-s hallgatónk dolgozott ezeknek a gerinceseknek a parvovírusával, aztán kikerült Kanadába, Amerikába, ott meg gerinctelenek parvovírusával foglalkozott, most már a parvoviridé munkacsoportját vezeti a Nemzetközi Taxonómiai Bizottságnak, és itt is előkerült, hogy talán nem ilyen primitíven kellene ezt nézni, pedig először nagyon vonzó volt, hogy kész, vannak a gerincesek, a parvovírusai, és egy másik alcsalád a gerincteleneké. Csak hogy ez nem igaz, mert látjuk, hogy még egy harmadik csoport is van, ahol vegyesen vannak gerinctelenek, gerincesek. Hát akkor javasoltuk ezt is, és elfogadták, hogy legyen egy harmadik alcsalád is. Tehát most arra jöködök ki mindig, hogy ezeket a filogenetikai számításokat érdemes, és lehet is már ilyen távoli vírusoknál használni, hogy megállapítsuk a rég volt történéseket.
Tehát amikor már ilyen kromoszomába épült darabokat vizsgálgattunk, azt már úgy is hívhatnánk, hogy vírusöslénytan, vagy paleovirológia. Tehát ebben az esetben már olyanokról beszélünk, ami nem is létezik, ami talán kihalt már, de valaha volt, és itt látható, hogy az állatoknak a filogenetikai fája, alul pedig, hogy hány száz millió éve, vagy mikor váltak el egymástól ezek az állatcsoportok, és azokban már benne vannak ezek az ősi vírusok, vagy nincsenek ezek a rombuszok mutatják, hogy most hol tart a spekuláció, tehát hogy meglehetősen régen épültek bele, tehát csak ezek a beépülések már majdnem 100 millió éve történtek, és ebből következtethetünk nyilván, hogy ezek éltek akkor a vírusok. Na most ez egy olyan vita volt, hogy akkor most ezt elfogadjuk-e vírusnak, vagy ne fogadjuk el, de hát a dinoszauruszt is elfogadjuk, pedig már az se él, tehát előbb-utóbb ezeket is szépen be fogják osztani, nekem az az érzésem. Na most a madarak, hát itt is szélesíteni akartuk a dolgot, hogy nem csak a baromfinak vannak mondjuk adenovírusai, és hát lehet vértelen úton mintákat venni, és ez az alsó kép mondjuk azt mondja, hogy egy jégmadárból hát úgy kell mintát venni, hogy a folyó fölött feszítjük a hálót, ott történik a hálózás, majd tampon mintával tényleg meg tudjuk nézni, hogy milyen vírus van bennük, és zavarba ejten sok vírus van a madarakban. Na most ez nagyszerű dolog, mert a szakdolgozóknak könnyedén lehet ilyen témát adni, mert minden tizedik madárban fognak találni egy olyan vírust, amit még a világon senki nem írt le, és akkor büszkék lehetnek rá, és meg is tanulták a technikánkat. De mi meg zavarba vagyunk, hogy ez hogy lehet utána kezelni ennyi különböző vírust. Mit tudom, a pingvinek ezek például Chilének a déli részéről vannak, ahol már a tűzföldön, ott már pingvinek is élnek. Mindenhonnan megtalálnak minket az ilyen minták, hogy segítsünk már nekik. De azt mindesetre látjuk, hogy a három nagy csoportban oszlanak a madarak vírusai, ezek a színek mutatják kék, piros, zöld, és ezeket a külön genuszokat érdemes nézni. Itt egy ilyen statisztikaszerű akarna lenni ez, hogyha megint hasonlítjuk a talált vírusokat, a madaraknak a törzsfa fájához, megint csak látszanak a különböző ágaknak az elválási idejei, akkor az a szerény kis kívánságom, hogy találjunk minden madárnak a saját aviadenovírusát, mert azt képzeljük, hogy azok, amik velük együtt fejlődtek, és később ugrottak át a madarakra, ebbe a másik genuszba tartozó vírusok is. Denevérek. Ugye Magyarország nagy hatalom a denevérek kutatásába, és nem is mindig csak a barlangokra kell gondolni, hanem templomok padlásán, elhagyott bányákban, amik már le vannak zárva, és így nincs emberi zavarás, azokban lehet könnyedén guanó mintákat szedni, ami nagyon jó forrás a vírusok tanulmányozására, mert ha egy hatalmas kolóniában csak egy-kettő is fertőzve van, egy helyre ürítik a vizeletüket, minden, akkor már azt a PCR ki tudja mutatni, mint ahogy ugye most a SARS-2 vírust is kimutatják a szennyvizekbe, tehát nagyon hatékonyan tudunk egész kolóniákat szűrni. A meglepő pedig az volt, hogy hihetetlen sokfélék ezeknek a denevéreknek a vírusai, tehát ennyire nem szokott sokféle lenni a más állatokban talált vírus. De hát gondoljunk arra, hogy hát félünk is ugye most a koronavírus járvány kapcsán is gondolunk ezekre, de előtte volt az ebola vírus pánik, vagy a veszettség, szóval ez egy nagyon fura állatok ezek, amik tényleg nagyon eltérő az immunrendszere, hogy így mondjam, jobb, hatékonyabb, mert hogy kibírják. Azt lehet mondani, hogy persze, ha nem bírnák ki az erős vírusfertőzést, már rég ki kellett volna pusztulni, ők hisz tízezrével élnek együtt, meg repülnek ráadásul, tehát átadják, de ez nem egy magyarázat, de hogyha az immunológiai rendszerük olyan, hogy
például nem reagálja túl a fertőzés elleni védekezés, akkor az egy ilyen pontosabb, precíziósabb védekezés lehet. Itt van például, akinek kiskutya el van, az oltatja fertőző mágyulladás ellen. Na hát ez a kutya adenovírus is valójában a denevérekben, ez a sok kék, ezek a denevérek, denevérből származik, és itt jön a következő gyakorlati következmény, hogy ezek egy új gazdában általában patogénebbek, mert még nem adaptálódott egymáshoz a gazda és a vírus. De átugrottak lóra is. Sőt, van egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy Magyarországon találtak egy újvilági majomban egy vírust, és akkoriban még nem voltak ilyen vírusok, és akkor döbbenetten néztem én meg, hogy hát ez denevérvírusra hasonlít. Tehát ennek is denevér lehet az eredete, de mielőtt bármit lehetett volna vele csinálni, leközölték ugyanezt a vírust csikos bűzös borzból, Kanadából, majd egy afrikai fehérhasú sűnből, amit ilyen kedvenc állatnak tartanak. Ez pont Japánban történt, de megtalálták az USA-ba, és meg még észak-amerikai kúszósűbe. Szóval egy csomó állatban megtalálták. Na most ez azért veszélyesnek tűnik, mert eddig azt mondtuk, hogy ezek eléggé fajspecifikusak. A WHO pont most próbál egy ilyen tanulmányt csinálni, hogy milyen vírus fogja okozni a következő világjárványt. Hát jósolni nehéz, főleg a jövőre vonatkozóan. Na most a kelet-európai régióból a Benkő Mari van ebbe benne, az adenovírus csoportba, és ő például azt mondta, na hát erre kellene figyelni, egy olyan vírusra, amik így nevetve átlépi a fajbarriert, az okozhat esetleg bajt, míg a humán adenovírusoknál nem számítanék én igazán arra, hogy egy ilyen tűzvészszerű terjedő járványt okoznának. Hát a denevérekben találtunk már poliomavírust is, ami megint jó ez a vizsgálatainkhoz, már abban is vannak halvírusok, és hát itt látható, hogy nagyon különböző méretű vírusok vannak, mert ezek csak 5000 bázispár, a herpes az meg több százezer. Nem egyforma nehéz a dolga az embereknek. Szarvas, marha, adenovírus, azokat a gyakorlati jelentőségük miatt sokat tanulmányoztuk, sok ember dolgozott a csoportba ezeken, meg a juhokba egy újat is kimutattunk, de amit itt akarok mutatni, hogy az állatoknál van egy olyan furcsaság, nem tudom, mindenki emlékszik-e a középiskolai tanulmányaiból, hogy a cetteknek, tehát delfinek, bálna, ezeknek rokonai a párosújú patások, és a ló meg azok nem annyira. Úgyhogy amikor azt keresjük, hogy vajon melyik szarvasmarha csoport, mely több ág is van, ahol szarvasmarha vírusok foglalnak helyet, melyik lehet az, amelyik együtt fejlődött? Hát most ilyen logikai következtetéssel azt mondom, ez a csoport, amelyikbe találunk vírusokat, mind a bálnából, delfinből, mind pedig a kérődzőkből. A párosújú patás, ez cetruminancia néven itt közösen is mondják. Majmok. Hát ugye ez is, hogy mindenki az embereket tanulmányoz, és nem értették, hogy miért vannak ennyire különböző emberi adenovírusok. És csak később kezdődött a csimpánzok, gorillák tanulmányozása, és kiderült azért, mert egyes ágakat onnan kaptunk. Na de szerénytelenül mi még lejjebb akartunk menni, és az ősibb újvilági majmokból is kimutattunk egy egész halomvírust, és sőt a fél majmokból is, ezekhez részben már közvetlenül Madagaszkárból szedték számunkra a mintákat, és nagy megelégedéssel töltött el, hogy ezek tényleg mutatják az evolúciót, külön ágakon helyezkednek el. Na most próbáltam itt összesíteni, hogy a különböző víruscsaládok, tehát miket lehetett megtalálni ilyen ősibb gerincesekbe, és hát a legtöbb, amit itt zölden jelölök, hát az megvan a halaktól kezdve az emlősökig, de vannak ilyen furcsaságok is, mint például az iridovírusok, azokat nem találunk emlősbe vagy madárba, viszont ezek gerinctelenek is előfordulnak. Tehát van egy ősi forrás, és úgy látszik onnan csak akkor váltott át ezekre a gazdákra, amikor már elváltak azok a többi
az emlősök, madarak vonalaitól. Na és megint a herpes vírusok, hát azok is vannak ősibbe is, de ott már annyira mások, ott már tulajdonképpen csak pár gént őriznek meg, de erre mondtam, hogy ezeket már külön családnak nevezik, a többi ezek még egy-egy család, és hát az adenovírusok az itt érdekes dolog, szóval aránylag sokat lehet találni, de csak a magzatburkosokban. A halakban egyetlen egy vírust találtunk, békákban most már kettő, de azok meg az előbb próbáltam magyarázni, azokat úgy véljük, hogy máshonnan ugrott át a békára. Na de hogy létezik ez, hogy egyszer csak a nagy semmiből előjött az adenovírus, amikor már a magzatburkosok elváltak? És közben meg voltak föltételezések, hogy ezek némileg a baktériumokra, azoknak a replikációra is hasonlít. Tehát akkor hova tűntek el? Hát tulajdonképpen, tehát van egy ilyen elmélet, hogy igen, létezhet ilyen, tehát hogy ahogy kifejlődtek a különböző állati vonalak, velük együtt fejlődtek vírusok, de csak egy ponttól kezdve, a magzatburkosoktól kezdve. A halba találtunk egyet, de fogalmunk sem igazából annak az eredetéről. A békában is, de csak egyet, úgyhogy azt el kellett vetnünk, hogy az a két értőekkel együtt fejlődött vírus lenne, viszont az átváltott, vagy megtalálható madarakban, teknősben. Na ez a másik csoport, amire azt mondjuk, képzeljük, hogy a pikkelyeshüllők vírusai, azok aztán átváltottak kérődzőkre, sőt békára is, és madarakra. Mi emberek megkaptunk az emberszabású majmoktól, de még az nem emberszabású óvilági majmoktól is vírusokat. Ezek, amik kicsit patogénebbek, csecsemőkbe okoznak tényleg betegségeket, hasmenést. Viszont a félmajom, gyűrűs farkum, akik ezekből nem kaptunk vírusokat. Tehát itt már túl nagy volt az evolúciós távolság, a denevérek meg azok is átugrottak kutyákra, akármire. Na most hogy mi lehet a magyarázat? Van egy ilyen elmélet, hogy arról van szó, hogy ezek bakteriális vírusok voltak eredetileg, és amikor az eukariótákba kerültek a mitokondriumok, azok ugye bakteriális eredetek, amik bennünk vannak ma is, azok hozták magukkal a vírusokat, amik viszont egy idő után már képtelenek voltak vírusként fejlődni, és csak megőrződtek a mai napig a mitokondriumban, de időnként egyesek meg fogták magukat, és megint élő vírussá váltak azáltal, hogy új fehérjéket vettek fel, és elkezdtek vírusként funkcionálni, és tulajdonképpen minden vírus már nagyon sok vírust erre vetítenek vissza, ilyen eredetet képzenek neki, míg mondjuk ismerjük a herpes vírusokat, azok más bakteriofágokból, bakteriumvírusokból fejlődtek ki, a caudovirales, tehát ezek a farkos bakteriumvírusok. Tehát itt most már nagyon hosszú evolúciós történéseket próbálunk lenyomozni. Ami az adenokat illeti, hát a legősibbek, amiket ugye elhiszünk, ezek a teknősökből vannak, beleértem mondjuk a Brazília partjairól a közönséges leves teknősbe találtunk, és újabbakon is próbálunk találni. És így, mivel az állatoknak az evolúcióját nagyjából ismertnek vehetjük a fosziliák stb. Alapján, tehát így visszakövetkeztethetünk, hogyha van egy olyan vonalunk, amely gyíkokkal, kígyókkal fejlődött ki, hát akkor arra mondhatjuk azt, hogy az 245 millió éves, és az egész adenovírus csoport, tehát 320 millió éves lett, tehát én már így már tudok dobálózni ilyen szavakkal, azt ezek vagy pontosak, vagy nem, ismerni kellene természetesen minden ilyen állati vonalnak a adenovírusait, amit ma még nem, kacsacsőre emlősben nincs meg vírusunk, vagy sajnos krokodilból se. Na most, tehát egy új taxonomiát kell ennek az egésznek az alapján fölállítani, ez kiderült, és amikor én 2014-ben bekerültem az ICTV-nek az elnökségében, akkor pont kezdték ezt csinálni, hogy előtte még az volt, hogy külön albizottság tanulmányozza a gerinctelen
állatoknak a vírusait, de minden DNS, RNS, és külön a gerincesekét. Na most akkor új alcsoportokat alakítottak, és most már legalább a nukleinsav alapján szét lett választva, és az egy csoport külön tanulmányozta a DNS vírusokat állatokban, és a retro a vírusokat, a másikakat meg másik csoportok kapták, ezzel már utalva, hogy az evolúció lesz a lényeg, és azt kellene tanulmányozni, és elfogadni. Na most az első beosztás, persze annak idején ez a Baltimore-féle beosztályozás, besorolás, az annak alapján történt, hogy hát milyen nukleinsav van, dupla szálú vagy szimpla szálú, DNS, RNS, pozitív szálú, negatív, és ennek alapján állították fel ezeket a csoportokat. Ez már valami volt, de ugye ezzel azt sugalljuk, hogy ezek így fejlődtek ki egymásból, és összesen volt 5 taxonómiai egység, rend, család, alcsaj, nemzetség, faj, slusz. Tehát amikor az állatoknál már mennyiféle az életet, ugye egy pontra próbáljuk visszavezetni, és végig a taxonomia megmutatja, hogy a fajoktól föl a birodalmakig hogy fejlődtek, ehhez képest siralmas volt az a vírusoknak a beosztása. Minden áron szükség lett volna, hogy valamit mondani lehessen a rokonságra ezek között, a vírusok között, és ehhez kellett több adat. És végül az lett, hogy megháromszorozta a bizottság a taxonokat, és egy kicsit hasonlóan ahhoz, mint a többi élőlénynél, vagy hát azokat elfogadjuk élőlénynél, ez itt vitatkozhatunk, hogy minek nevezzük, és viszont elegánsan egybe rakták mind a három RNS vírus csoportot, mert mindegyiknek volt közös fehérje, volt közös eredete. Na, ma már hozzáraktak még egyet, úgyhogy ma már 2 RNS, 4 DNS birodalom van, ez a legfelső pont. Tehát lássuk be, mondjuk az, hogy állatok, az egy királyság az eukariótán belül. Tehát ez nagyon magas szintek ezek, tehát csak az a indoklás mögött, hogy ezek külön kellett, hogy kifejlődjenek. Na, ezek azok, amikben volt vita, és hogy lehet beosztani, persze. Na most nyilván a legismertebb, hogy nukleinsav szekvencia alapján lehet beosztani mondjuk szerotípusokat, de később ezek már nem elég megbízhatóak, viszont az aminosav sorrend az megbízható. Tehát a magasabb taxonoknál már aminosav sorrendet érdemes használni, még feljebb a megőrzött géneket, megléte, nem megléte, tehát genomszerveződés, legmagasabb szinten viszont a háromdimenziós struktúrák. Na most ezek a legmegőrzöttebbek, ezekre lehet a legjobban támaszkodni, amiket nagyon nagy, 100 millió évekről akarunk beszélni. Elő lehet ezeket állítani, be kell klón, ha már ismerjük a szekvenciát, de meg kell csinálni a házi feladatot. Ha megtaláltuk a vírusokat, megszekvenáltuk, akkor már PCR-re felerősíthetünk bármilyen fehérje darabot, kifejező vektorba beépítve, 50%-ban szerencsénk lesz, és oldható fehérje keletkezik, ami még ilyen mikrokristályok is előállíthatók belőle, és az már röntgenkristallográfiával vizsgálható, és meg lesznek a háromdimenziós fehérjék, amik először is a hasonló vírusok fehérjéhez hasonlíthatók. Tehát itt az látható, hogy egy 2 vírus zölddel, sárgával jelölve mutatja, hogy ezeknek bizony nagyon hasonló a háromdimenziós szerkezet. Tehát ezt el is várjuk. Na most, de nem kell megijedni, mert ma már ennél egyszerűbb dolog is van. Van ez az AlphaFold 2 nevű program, ami már eljutott odáig a mesterséges intelligencia, hogy elég csak az aminosav sorrendet beadni, amit ugye ki tudunk következtetni a nukleinsav sorrendből, és már nagy valószínűséggel megjósolja nekünk a fehérje háromdimenziós szerkezetét, akkor is, ha azt még nem állapították meg ilyen bonyolult röntgenkristallográfiás módszerrel. Tehát itt látható, hogy ezzel lett megállapítva egy papagájadenovírusnak ez a szialidáz nevű fehérjéje, ami még egy baktérium szialidázzal is hasonlít. Itt ezzel körbeveszik a sziálsavat, hogy lebonthassák,
egész pontosan itt vannak bizonyos aminósavak, amik a rögzítését végzik, és egy másik a hasításért felelős. Na most ugyanezt meglátjuk a floridaiakkal, amit csináltunk, szürke papagájból kinyert adenovírusba, aznak gyönyörűen úgy tűnik, működik ez a szialidáz enzime hasít, de viszont ez a széncinege, amit német mintából jött ki, hát ez nem működhet, hát nincsenek meg a megfelelő aminósavak, tehát lehet ilyen következtetéseket levonni. Tulajdonképpen elég régen már elkezdték ezt vizsgálni, hogy a háromdimenziós struktúrában egészen furcsa vírusok is hasonlónak tűnnek, baktériumoknak a fágjai, baktériumvírusok, adenovírus, vagy a papucsállatkában vannak ilyen zöld algák, és azoknak a vírusai ezek. Tehát ezt nevezzük egy ilyen béta hordónak, ilyen béta lemezek mennek föl-le, ez egy szimpla béta hordó, és ebből kettő is van, tehát a dupla béta hordósok, ezek eléggé jellegzetesen azonosak. Na most ez a három dimenzióval tudnánk akkor tehát a legmagasabb szinten megállapítani, utána a genomszerveződés, adenovírusok. Hát azért mondom adenovírusnak a halba levőt is, mert ezeknek a közepe, a genomjuknak a közepe mindenütt teljesen megőrzött. Tehát itt a genomszerveződés alapján már ezt látjuk, és ugyanannak alapján be lehet osztani a különböző nemzetségekbe, és csupán a széli oldalak, azok, ezek a színesek, nyilakkal mutatott gének, hát azok, amik mások. Na most nem mindig tökéletes. A biológiában nem kell mindennek tökéletesnek lenni, tehát amiket úgy képzelünk, hogy az jellemző a genuszra, az nem mindig van ott, például az állatkertben itt Pesten megdöglött jegesmedvéből kimutatott adenovírusban hiányzik ez a 9-es proteín, vagy amikor a floridaiakkal megszekvenáltunk egy küszvágócsért, akkor, hát akkor rá kellett jönnünk, hogy az összes madár atadenóban hiányzik ez az LH gén. Tehát ilyen apróságok vannak, de mégis nagyjából megőrződtek. Vagy a pingvinekben, az, ami egy szialidáz, az pont a szialidáz enzim hiányzik, amire ugye azt mondtuk, hogy a nevét is onnan kapta, hát jó, utólag már nem mindig stimmelnek a nevek. De hát nem elég egyetlen fehérjét nézni, mert itt van, hogy nem tudom, kit érdekel pont a sejemhernyónak a vírusa, van egy ilyen kétszegmenses denzovírusnak nevezett valamit, amit azért neveztek denzovírusnak, mert a parvovírusok, de a denzovírusokhoz osztja be őt, ha csinálunk az egyik fehérjéjével egy filogenetikai fát. Igen, ám, de ha másikat csinálunk, akkor úgy néz ki, hogy az adenovírusokhoz tartozik, sőt, meg egy ecet muslica is oda tartozik. Tehát ezek ilyen keverékvírusok, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Ez a vírus négy különböző másik családban levő fehérjéket kever össze magának. Itt az általunk megszekvenált béka adenovírust genót próbálták hasonlítani egy bakteriális vírusnak, infektivírusnak a genomjához, és hát a színezés mutatja az azonos, a homolog géneket, bizony jócskán vannak azonos gének, tehát van ezek között összefüggés, csak pontosan rá kellene jönni, hogy micsoda. Na most azt mondtam, hogy nincs más hal adenovírus, aztán közben jöttek olyan publikációk, dehogy nincsen, India mellett az óceánokban, az óriás gitárhalba, vagy a márványos angolnába találtak valamit, aztán kiderült, hogy hát ez csak hasonlít az adenovírusra, nem az, mert bizonyos génjei az adenovírusra hasonlítanak, itt megint a színek mutatják az azonosságot, de más génje pedig a papillomavírusra. Tehát megint egy hihetetlen hatékony keveredés van, akkor már elkezdték nézni az adatbázisokat ilyen szűréssel, számítógépesen, és találtak egy olyan vírust, ami van nem is vírus, ott be van csak integrálódva a adintovírusnak elnevezték, sőt, még el is fogadtatták taxonomilag, hogy vannak adintoviridé, de úgy tűnik, hogy nem él a vírus,
mondjuk egy mexikói barlangi vaklazacból ki tudtuk mutatni, de hát csak PCR-rel, tehát az egy integrálódott darabka volt, és amikor egy fekete tetrából akartuk kimutatni, ahol föltételeztük, hogy élő formában is előfordul, nem találtunk semmit, el kell fogadnunk, hogy ez a vírus is kipusztult mára. Na most beosztani. Hát itt néz ki egy lehetséges beosztás. Ezeket a dupla béta hordós vírusokat nagyjából, és egy másik vonalon van ilyen szimpla hordós is, és akkor itt az adenovírust mutatom, hogy hogyan lettek beosztva. Sokan támadták ezeket a taxonokat, meg beosztás, hogy olyan ez, mint a matriuska baba, hogy néha csak rakjuk egymásba, de hát mindegyikben csak egy van, tehát itt nincs sok értelme, hogy csoportosítuk egyet. De a szöveg az, hogy hát ha majd szép lassan megtaláljuk az egyéb odatartozó vírus csoportokat is. Lehet, hogy a taxonokat kicsit följebb-lejjebb kell nyomni, de be lehet ezeket osztani. És ha most utólag megnézzük azokat a közös fehérjéket, akkor megtaláljuk köztük a hasonlóságokat. Tehát elég kétségtelen, hogy ez jól van. Na most ez ijesztő lehet, hogy ennyi új vírusfaj van, sőt most majd mindent át kell majd nevezni még idén, Linné-féle binomiális, tehát két tagból álló nevek, ez borzasztónak hangzik, de nem kell megijednem, mert az ICTV honlapján bármikor ezek rákereshető és ott megtalálható, nem kell mindent bebiflázni, ez segít a tájékozódásban is. Tehát, hogy ezek a vírusok kétségtelen, hogy különböző pontokból vették föl, mondjuk a parvovírusból az egyes fehérjéket, és ez még ma is zajlik, és ez például herpeszvírusból vettek fel egy glikoproteint, tehát ez zajlik, és ennek alapján kellene most az egészet felállítani. Hát és itt van egy ilyen bonyolult elképzelés, hogy a parvovírusok még manapság is beinzertálódnak a különböző madárvonalakba. Tehát például az adenovírusba is beiratkozik, de nem mindegyikbe, csak mondjuk az aviadenovírusokba, amik azok már elváltak. És itt meg a színek mutatják, hogy az a végeredmény, hogy itt vannak a különböző családok, egyikben mondjuk van polimeráz, a másikban nincs, tehát a közösen gének nem mindegyike lesz ott mindegyikben. Na most ez lenne az egésznek végül az összefoglalója, amit el kellene fogadnunk, hogy tehát, hogy az az elképzelés, hogy a vírusok az ilyen ősi, nem virális, replikálódó nukleinsav darabkákból keletkeztek. A másik elmélet az volt, hogy ezek elszabadult gének, és hogy mostanában keletkeztek, de ezt egyrészt el kell vetnünk, ha már egy csomó ősi állatba is megtaláljuk őket. És itt egy-egy kiválasztott fehérje alapján lettek beosztva, ami megint vitatható, hogy miért pont az a fehérjét. Ezek a barna színek mutatják a kiválasztott fehérjét. Ez a Hong Kong 97-es baktérium, egy fágjának a kapszidja, stb., ami alapján belettek osztva. Na most a probléma az volt, amit itt látunk, hogy aztán vannak egy nagyon különleges, hogy így mondjam, kis nyomorékvírusok, hogy a hepatitis B mellett szoktunk beszélni hepatitis D-ről, de a kettőnek taxonomilag semmi köze egymáshoz, csak az, hogy a hepatitis D az egy kis szimplaszálú RNS, egy kis genomdarabka egyetlen egy génnel. Na most ez nem hasonlított semmire se. Hát ha semmire se hasonlít, akkor azt kell feltételeznünk, hogy ennek teljesen külön eredete van, és hát amíg csak emberben volt, ugye minden így indul, addig nem is volt annyira érdekes. Kiment Finnország, ez a szakdolgozónk, aztán itt is már hüllőkkel foglalkozott, kiment Finnországba, és ott kígyókból, és más alacsonyabb rendőekből is kimutatták ezt a nevezük hepatitis D-vírusnak, deltavírusnak, és tehát ez egy létező vonal, sőt halba is megvan, tehát most itt látjuk, hogy per pillanat ezt a hat birodalmat fogadjuk el, és ennek alapján kellene beosztani az összes vírust, és még mindig vannak nem beosztott vírusok, tehát föltehetően még ezeknek a birodalmaknak a száma is
nőni fog. Tehát ezen lehet vitatkozni, nem biztos, hogy jó, de most van egy váz, és ez az evolúción alapul, és mindenáron az evolúción kellene alapulni ennek a taxonómiának, tehát szerintem ez elég biztató, hogy ezt meg lehet majd csinálni. Nagyon szépen köszönöm az akadémikusi választásomat elsősorban ezeknek a nagyon rendes tagoknak, akik javasoltak engem, különösen Nagy Bélának, aki ennek a bürokratikus részét is intézte, és köszönöm minden akadémikusnak, aki megszavazott, vagy az osztályon, vagy aztán később a közgyűlésen. Rengetegen segítettek ezekbe a munkákba, amikről most itten spekulálgattam, a mintagyűjtéstől kezdve a feldolgozásig, a szekvenálásig, analízisig, a megvitatásért, tehát és abból jött ki ez, hogy hát ilyen sok nagyszerű segítségem volt. Hálás vagyok, hogy 50 évig majdnem dolgozhatnám ebbe a kutatóintézetbe, és nagyon köszönöm feleségemnek, akivel tényleg nagyon izgalmas közös munkákat csinálhattunk sok évtizeden keresztül. Lányaimnak köszönöm, hogy kibírták, hogy hol angolul kellett, hol franciául kellett tanulniuk az iskolában, és a családomnak a türelmét, hát önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Ezután a nagyon szép előadás után nekem csak egyetlen egy feladatom van, hogy a levelező tagsági oklevelet átadjam Harra Balázsnak, akit, bocsánat, rendesnek, hát ez a lapsus lingui, és örömmel adom át, mert a május 3-ai akadémiai közgyűlésen 22-ben Balázst a rendes taggá választották, és ez az oklevél az, ami tanúsítja azt, hogy az akadémikusoknak a jogaival és kötelezettségével kell éljen a jövőben is. Ehhez sok sikert kívánunk, és az oklevelet azt Fraj Tamás írta alá. És gratulálok! Nagyon szépen köszönöm.